Szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon örülünk, hogy ezen a csodálatos szép napon is ünnepel, mert hát ez a 17. Arszakra programunk Magyarországon, és olyan csodálatosan indult annak idején, hogy látjuk, hogy nagyon sok program kapcsán is azért valahol mindig meg tudunk jelenni, 10-en, 50-en. De ez az érdeklődés nagyon fontos számunkra. Most a Mara nem tudott itt lenni, én vagyok az, aki szeretettel köszöntöm dr. Berg Miklós püspökatyát és dr. Rokopárja professzorasszony, akik majd az előadáson nagyon-nagyon érdekes szemléletet tudnak majd felénk nyújtani. Gyakorlatilag Szent Erzsébet szeretete lesz a témánk, amit nagyon sokan, akik itt vagyunk, gyakoroljuk is. Többnyire látom, elég sok helyről jöttetek, karitászosok, nagyon hálás vagyok érte, hogy ez az összefogás, ez megmutatkozik mindenhol a régiókban. Hát megkérem akkor Berg Miklós püspökatyát, hogy légy szíves, hozd meg velünk azt a csodálatos gondolatokat, amit hát ránk sokkal. Azt honnan tudod, hogy csodálatos? Velünk a Jóisten, csak ezt tudod tenni. Segíteni. Na, nagyon sok szeretettel köszöntek benneteket. Szóval gyere ide gyorsan. Na, képzeljétek el, hogy Szent Erzsébet pontosan ekkora kislány volt valamikor. Komolyan, elhiszed, Szonya? Igen. Ezzel szoktam elbűvölni a családokat mind a mai napig, amikor jön egy kisgyereket család és hozzák ott a kisfiúkat. Ne mondjátok, pont ekkora gyerek voltam én is. Nézzek már, amikor ilyen idős voltam. Nagyon sok szeretettel köszöntek benneteket. Nagyon tetszett ez a gondolat, amire Mara megkért, hogy Szent Erzsébet mit tenne, ha ma élne? Hát összeírtam egy pár gondolatot. A legelső, ami eszembe jutott, és itt a háttérbe ütte, professzor asszonynak már itt az előbb együtt ebédeltünk, és megállapítottuk, hogy biztos, hogy 4 éves koráig itt élt Esztergomba Szent Erzsébet. Ez biztos. És itt szívta magába azt a lelkületet, amit aztán vitt magába a Türingiába, Warburgba is, hát amivel aztán elárasztotta egész világot meg Európát. Van egy kedves barátom, már biztos ismerik, a Mesik Miklós, aki Magyar Emlékek a Világban címmel már évek óta szervez konferenciákat. És ezt mindig hangsúlyozza, hogy higgyék el nekem, hogy nincs még egy olyan szent az egyház történetében, akinek annyi helyen lenne tisztelete, mint a mi Szent Erzsébetünknek. És hát én elhiszem neki. Hogy csinál a Szent Erzsébet, ha ma élne? Hát még gyorsan hozzáteszem azt is, hogy Assisi Szent Ferenc hatása nélkül nem lehet érteni őt. Assisi Szent Ferenc, aki 13. században megbolondított minden királyt és királyat, kisasszony meg nagyon sok embert. Megbolondított a Jóisten szeretetével. Az első gondolatom az, hogy ha a Szent Erzsébet ma élne, akkor egész biztos, hogy nagyon sok virágkertet telepítene. Biztos, hogy rózsákat ültetne, biztos, hogy gyümölcsfákat ültetne, mindig hívna mindenkit, hogy gyertek, nézzétek, Jóistennek a csodálatos teremtett világát visszük tovább. És hát a Napfivér, Oldővérnek a filmjét ugye felidézzük, hát az annak idején nagy élményünk volt, nem tudom, hogy hányszor néztük meg a maróti gyerekekkel, Viktorékkal, annak idején Feriékkel, Sanyékkal, és ahogy hát ugye
most nem akarom elénekelni, de mindjárt tudjátok, hogy Szívérem nap és nővérem volt, hát tudjátok. És ott a virágos réten ott ugrándozik a Szent Klára. Hát én valahogy így gondolok Szent Erzsébetre is, hogy ő is itt valószínűleg Esztergomba is, kislányként, mint a Szonya, ugrándozott itt a virágos réten, és a Jóisten szeretetét így szívta magába. Tehát biztos, hogy virágot ültetne. Most hát nyilván a kapcsolat nem véletlen, hogyan kötényébe a rózsák. Nem tudom, ki hallgatta ma reggel 6 óra előtt Fabinyi püspök úrnak a reggeli gondolatát. Hát nagy mulasztás követette mindenki, aki nem hallgatta. Mert Fabinyi püspök úr pont az Ars Sacráról beszélt. De valami nagyon szépen. És ebben a bevezető kis gondolatában ez volt, hogy a legszebb a jóság. A legszebb a Jóisten teremtett világában a jóság. Amit tükröznek a világok, de ami mögött ott kell, hogy fölfedezzük a Jóistennek a gondoskodó szeretetét, de azt a jóságot, amire az Úr Jézus példát adott nekünk, amit Asszisz Szent Ferenc is újra fölfedezett, és amit Szent Erzsébet is magánévá tett. Virágot ültetne. De nyilván, mint egy jó környezetvédő, aki aggódik a teremtett világért, ugye Ferenc pápa gondolatában mondom ezt is, vinne magával mindenkit, hogy tisztítsuk ezt a mi világunkat, vigyázzunk rá a folyóinkra, forrásainkra, meg mindenre. Nem ma régen a Vászló nagymarosi barátaim szerveztek egy ipoly tisztító programot. Elindult csak ipolyságtól, és a szlovákiai oldalról is átjöttek a barátaim, és végig mentek egészen idáig az ipoly torkolatáig, és kitisztították az ipolyt. Hát Szent Erzsébet is biztos, hogy itt lett volna ezen a programon. Egy következő. Veteményes szeretettel titán. Képzeljétek el, hogy a 80. születésnapomra kaptam egy ekkora paradicsompalántát. Ekkora. Cserébe, és hát elkezdtem dédelgetni, és képzeljétek el, hogy a nyár végére 7 darab csodálatos piros paradicsom termett ezen a paradicsompalántán. Mindenkinek dicsekedtem meg, hát a vasárnap esti miséken ezt mindig elmondtam, hogy hol tart a paradicsom palántán, és hívtam mindenkit a születke. Na mindegy! Szent Erzsébet biztos, hogy telepítene konyhakertet. Mióta járok, mondanék most már a nyugdíjas éveimben, a nógrádi falvainkban, akiket patronálunk az alapítványunkkal, mindig újra és újra mondogatjuk az ott élőknek, hogy hát itt van a kis kertetek. Ássátok föl, ültessétek be, hozunk betőmagot, csináljátok, gondoskodjatok egy kicsit róla. Biztos, hogy konyhakertet telepítene. Minden kis udvaron. Aztán egészen biztos, hogy ültetne kis sivét. Képzeljétek el, ez múltkor jutott eszembe, fiatal pár járt hozzám esküvő előtt beszélgetésekre, és egyszer hirtelen ötlettel mondtam nekik, hogy elgondolkoztatok már rajta, hogy a csodába jön létre a tyúkanyóba 20-valahány óra alatt egy tojás. Először néztek rám, hogy hát miért azért. Mondom, gondoljatok bele! Először egy kis pirosas, kocsonyás valami keletkezik, utána egy fehér és kocsonyás valami, de nem keveredik össze, utána ráépül egy mészváz, ami pontosan ugyanolyan, mint a legmérnökök által kitalált legszilárdabb forma, az az ovális forma, az alagutakat is így építik, hogy a tyúkanyó rá tud ülni, de nem törje össze, de 21 nap utána kis csibének a csőre,
már ki tudja belülről nézni. Hogy ezt a csodát Jóisten ránk bízza, hogy gondoskodni tudjunk a családról, a gyerekekről, az éhezőkről. Tehát biztos, hogy ültetni tudjuk ott. Kotos, mint annak idején a nagymamám. És hát egészen biztos, hogy vetne búzát. Hogy megint ez a másik csoda és a szemünk előtt újra megelevenedjen, amit Jézus mond, hogy elvetik a búzamagot, elhal, de utána egy kis növény lesz belőle, és 60-szoros, 100-szoros termést hoz. Hogy legyen kenyér minden család asztalán. Ugye ebben egyetértünk. Biztos, hogy ültetne, vagy vetne búzát. De menjünk tovább. Járok a Verőcei idős otthonba, igazi otthonba. Hát ugyanúgy mindig Esztergomi Parkovics utcából van, ugye, itteni otthon, többek között. És olyan szomorúan látom azokat a idős asszonyokat, férfiakat, akkor ott ülnek, gubbasztanak, lehajtják a fejüket, és nincs, aki szóljon hozzájuk. Szentesében biztos, hogy ezt észrevenné, és járna idős otthonokba, leülne a magányos öregek, betegek mellé, megfogná a kezüket, beszélgetne velük. De ugyanúgy fölkeresné azokat a magányos idős embereket, akikkel már senki nem nyit ajtót. Tudna róluk, és elmenne hozzájuk. Amikor kérdezik tőlem, hogy mit lehetne tenni valamit, amikor már valakinek több az ideje, talán nyugdíjas, és már gyerekek kirepültek, de menjetek el az idős emberekhöz. Hogy látok föl az ő magányukat egy kis beszélgetéssel. Nem kell semmit vinni, semmi más, csak meghallgatni őket. És pár perc után kibírulni. Igen, egészen biztos, hogy Szent Erzsébet ugyanígy elmenne a kórházba, meglátogatná a betegeket, számon tartaná őket. Aztán ugyanígy egészen biztos, hogy ott lenne Ipolytörgyesen. Biztos tudjátok, az Ipolytörgyesi fogyatékos otthon annak idején a Feriékkel és Anékkal minden nyáron elmentünk oda biciklivel, hogy lássák, hogy hogyan élnek azok a fogyatékos fiatalok. Velük egy korosztály. És elfelejtettem mondani az elején, hogy kapcsolódjon ki mindenki a mobiltelefonjából. A fogyatékosok közé elmenni, megint együtt érezni azokkal a szülőkkel, akiknek olyan nagy fájdalmat kérni. Az, hogy az ő gyerekük ilyen. De megint csak tovább vinném ezt a gondolatot, és Szent Erzsébetnek biztos eszébe jutna, hogy megkérdezném azokat a több gyerekes szülőket, mikor jöhetnék el hozzátok, hogy vigyázzak a gyerekeitekre, hogy ti egy kicsit kipihenjétek magatokat. Igen, majd vigyázzok, játszok a gyerekekkel, menjetek ki egy kicsit pihenjetek. Közelmúltban volt egy nagyon szomorú élményem, egy pesti házaspár hívott meg. Tudtam, hogy beteg az asszonynak, az édesanyja, de azért nem tudtam, hogy ez mit is jelent. És hát szeretettel fogadtak, a fél és feleség, és utána mondták, hogy hát, atya, itt a másik szobában ott van. És képzeljétek el, hogy ott feküdt az ágyon egy asszony, csukott szemmel, bénán, a lánya megsimogatta a kezét, semmi reagálás. Utána tanulja voltam, ahogy végtelen szeretettel, ilyen, nem tudom, ilyen fecskendővel próbált etették, óvatos
gondosan átfordították, és kérdezem, mióta? 4 éve ápoljuk anyát. És megint eszembe jutott, és mikor pihentek? Ja, néha jön valaki, vagy egy órára fölváltsa minket. A 24 órás szolgálatból. Szentelségbe biztos elmenne. Aztán olyan jó volt az ebéd, ugye Máriával finoman ebédeltünk, és ott körülnéztünk a Szeferino házba. És hát akkor megint eszembe jutott, hogy igen, valahogy az Úristen úgy irányította az életemet, hogy mindig közel voltam a cigány családokhoz, hát a Pilis Maróton, Dövösen, de aztán hát később is, és hát most is azóta, mióta nyugdíjban vagyok, oda járok Nógrádba, és hát mindig mondom, az én kis cigánykáimat próbálom ápolgatni, segíteni, bátorítatni. Szent Erzsébet biztos, hogy így szerette volna. Azokat a gyerekeket, azokat, akik hátrányos helyzetben vannak valami miatt, és ott lenne a tanodába, fogná a kezüket és segítene a kis elsősöknek. A írás van, juttak, ugye, ott kell ezt csinálni. Kikérdezné őket, segítene a leckéjükben, hogy nem maradjanak le. Pótolni a hátrányt, annál indulnak. Minél öregebb vagyok, annál biztosabb vagyok abban, hogy van egy nagy igazság a Földön, és az a nagy igazság az, hogy senki se választja meg, hogy hol szülessen. Mindenki valahol születik. És a Jóisten egymásra bíz bennünket, hogy ne legyen hátrányba az, aki rossz helyen született, de az se tékozolja el az életét, aki jó helyen született. Szent Erzsébet biztos, hogy észrevenné azokat a gyerekeket, azokat a családokat, akik valami miatt hátrányban vannak. Életszerű. Mit szóltok hozzá? Hallgassuk meg Szent Erzsébetet, szívünk, lelkünk, mélyén, mit tanácsol nekünk, hogyan éljünk ma Szent Erzsébetként. Hát Isten áldjon meg benneteket! Két darab szobrot vásároltak, vagy kaptak ajándékba, nem is tudom, hogy hogy került ide a... Szerintem hallható vagyok? Jó. Tehát két szobor került ide, mind a kettő festetlen volt, azt hallottam, és hát a plébános úrnak más volt a festője, ennek a szobornak más volt a festője, ez a karitászosoké a régió elnevezése miatt és védőszentje miatt, a templomét pedig meg lehet nézni a templomban. Szeretném arra fogjuk a figyelmet, hogy tegnap megnyitottak a kiállítást a tanítóképző épületéből, az egyetlen épületéből,
és ezt mindenki nézze meg, aki még nem látta, és figyelek oda vendégeket. Nem csak benne a díszteremben, hanem a folyosón is, fantasztikus táblókon, tudom, hogy ezt legyen a tábló, hogy mennyi szentjelzőben ábrázolásunk van, és ezeket az ezzel van, és hát Budapestiben a környéken lévőket, és továbbra is gyűjtsék, tovább egy pesti gyógyszerészre, azt az ugye állította össze egy élet során, amelyre jutatott, és fotózta ezeket a képeket, és tehát mindenki a szívében összegyűjtheti, ami a városban van, ami a környékben van, mert minden a szentestében elsősorban a legvilághírű magyar szent, de mindegyik, ugye a színdarabban látott Szent István. Egyszerűen szóval a magyar királyság és a magyar, hát ez a mi hazánk, ez egy olyan példa volt, hogy az egész középkorban végig nyugodtan mondhatjuk a török részig, tehát egy olyan fantasztikus tekintélye volt Európának. Ez, hogy nagy hatalom, ez kevédestem, és ezt a jelenlévők nem ezt tanulták az iskolában, meg ma úgy gondolják, hogy a sajtó nem erről szól. De az, hogy mi segítjük, amennyire tudjuk, aki nyugdíjas, és van unoka, van gyerek, van bárki a közelben, tanul történelmet, kapcsolódjunk bele, hogy végre most már 23 évvel a rendszerváltás után próbáljuk megismerni. Megismerni a saját múltunkat, saját családunk múltját, akik itt vannak Esztergomban mióta. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy ezt a saját családunk, ahol vannak, amit örököltek a gyerekeink, az unokák, hogy azt tudnak átadni, hogyan volt ez. És ezért én nagyon biztatok, hogy minek arra, hogy a család történetet próbálják összetenni, amennyire csak lehet, egy kis szeretet is. Azt próbálják a családba közölni, és valóban szeretni a jelenlegi könyvtáros Földmargit, a városi könyvtárból szeretné őt a nagyon sok jó programot, abban kapcsolódjunk bele, már nem nehéz a helyi állat akárhova eljutni. Tehát az, hogy a család történetet, milyen nevek vannak, mi követőznek, milyen neveket vannak. A mai unokának nem mondhatja meg a nagyma, hogy milyen nevet adja az unokának esetleg, azt igen, hogy ő náluk olyan volt, és milyen volt egy névnak. De a családi hagyományokat tűnök átjárhatni, és az főleg a Fárkányban, meg a Duna túlsó felében való kapcsolatban. Van egy családos sírőrintézménye 20 éve ennek a városnak, ami azt jelenti, hogy három hónapokként hírőrök vannak. Ki az, aki ismeri ezt a hírőrintézményt? Ugye? És a többiek mit csinálnak? A többiek nem tudják, ugye? Folyamat. Van? Tessék ezt megismerni. Olyan az interneten. Ugye ez most nem egy dolog, hogy elmondjam, de óriás, az egész világ figyelj erre, egy interneten rajta van, jelenleg egy tajvani. 20-án, de mindenki átjárt oda 20-án, Márkányba, a főtéren és tére, és én bízom benne, próbáltam valamit tenni, nem sikerült, mert sok minden nem sikerült, hogy itt a táblóban itt bemutassa, ez a tájvalmi lány nagyon örömmel fogadta a meghívást, csak sajnos nem lett kivitelezve, nem segítettek eleget. Semmi baj, három hónapokként jön az új hírő, mindegy, valaki olasztott, francia, mindenhonnan, és sorba állnak már, a több évre megvan már, de szeretném, ha eszek, ami emberek nincs korhatár, 60 év, 70 év, bármány éves lehet, és mindenki lehet hírő, valami tevékenységet kell csinálni, valami akár, mint amit be lehet mutatni. De írni is lehet, és így például most megjelent kötetben is. Tehát sok minden van, amit nem lehet elég hangsúlyozni, hogy mindenki legyen részlet, ha mindenki legyen hírőrök, ha is ezzel van Párkány, és a lányvilágban, ha legyen hír, építsük hírakat a családban, tehát az, aki a szeretet, erről szólt a püspököcsön. Az a szeretet, az a kapocs legyen, a hír, ami mindenki felé. Nem beszéltünk a családban, ezzel alkalommal, nem divat ma már, ugye, amikor internet van, meg minden, nem akarok tovább fúzni, szeretnék egy képet, de fontosabb lenne, hogy valóban a püspököcsön is arról beszélt, hogy valami változzon a mai napon az életünkben, valami változzon. Az, hogy ennyi ember összejött reggeltől 8 órától a bibliotékába, a várba, a Sörös Tamás doktornak a festmény kiállítására, stb. Hát ez egy fantasztikus dolog, hogy mennyi kincsen van, mennyi nagyszerű ember van, és legyen jövő évi szakában, már most készüljünk, hogy még többet elutassuk ebből a városunk kincseiből. Mindenki próbáljon aktív lenni. A vezeljénél van a fő példa arra, hogy ez a önkéntesség kívül, és mennyi örömet kap azért, hogy ugye csinálja a lelkesedésből. És mindennek annak az igazi öröm, amit lelkesedésből csinál. Ezt a képet találtuk azért, hogy ez egy nagyon szép együttes, amit én bármik a második be tudom mutatni, hogy ez egy nemzetközi ötlet, ami Magyarországról Európa, sőt tovább is ment ez a kiállítás. Én 2000
csináltam Rómában egy kiállítást. De Rómában is ugye nagyon sok Magyarországon, olaszok csak ezt mondják, hogy Magyarországi Szentelszébet. Tehát tudják azt, hogy mi az, hogy Magyarország. A Türingia is tudta, hogy nyilván van a Magyarország, de az, hogy Türingia, azt mondja, hogy senki nem nagyon tudta, mint ma se annyira tudja mindenki. Ezt is megkérdezhetném, de most ezt nem húzok az időt. Szóval a lényeg az, hogy ugye a magyar király, a ő apja, a második Andrásnak a becsülete, meg például az anyja, a Gertrudis, aki öt gyereket mégiscsak adott a magyar hadára, ugye negyedik Béla, stb. Tehát ez valahogy a katolikusoknak a bárványa, nem azért ő tisztelt egész biztosan, mert tudta a történelmet, de az mindig valami áruhába kellett a történelmet, a kortárs történelmet öltöztetni valami áruhába, és így a saját korát mutatta teljesen be a világosan a bárvány darabban, és el kellett jelenítette meg, de ott is ott van a hazában, amikor árja, és valóban az, hogy hát a második András ma már, amikor a aranyúrát is annyit ünnepeltük, ünnepeljük még, mert nem lehet eléggé. Semmit se lehet eléggé ünnepelni, ami magyar vonatkozásuk. Tehát sose elég. Ez nem egy stupírozva, hanem csak a mindig egy szegletet tudunk mondani, most egy pár perc van. Tehát minden az idő rohan, kecsek, de nekünk le kell esni a tantusnak, hogy mától kezdve a mások legyünk, mint eddig voltunk. Tehát egyrészt a szeretet, amit mondott, ugye, és ami a lényeg, mindenki vágyik a szeretetre. Hát hogyan van, hogy én vágyok a szeretetre, és akkor nem adom eléggé a szeretetet. Hát hogyan? Ezt is gyököt kéne vonni, hogy ha én vágyolom arra, a másik nem szeret engem, mert én mennyire szeretem őt, azt mondjuk nem mindig jön a lelkismeretünkbe. Mert ott már valahogy nem az. Így van, rossz vagyunk, nem, unokatestvérek már nem nagyon ismerik egymást, és így tovább. Ez így nem mehet tovább, hanem nekünk a saját környezetünkben meg kell tudni azt, hogy testvérek vagyunk. És igenis a magyar embert eljelemezte. És mindenféle náció, nemzet, akárki, mindenki szerettünk, befogadtunk, szerettünk, csak hát ugye megfelelően. És valóban a svábaktól kezdve mindenki tudja, mert mindenki családjában vannak svábak, hogy milyen magyarok lettek, milyen nagyszerűek lettek. Tehát azért mondom, hogy nincs probléma, csak tovább kéne ezt vinni, tovább kéne adni. De ha még a saját unokatestvérünket se ismerjük meg, a nagynénit meg, a unokaöccsöt meg, a másvilág, ilyen nincsen. Ilyen nincsen. Az, hogy engem nem fogadnak el, az egy dolog, de hogy én mindenkit elfogadok, az természetesnek kell lenni. És akkor előbb-utóbb észrevetik. Észrevetik, hogy jó vallással, nem tudom, akár ezt alattik, akár ők, hogy mutatnák egy-két szépen az én. Tehát a sorozatnak, amit akkor egyszer nem fogom most végigvezetni, így jön bármilyen jó világosságban, de arról van szó, hogy nálunk, hogy a 150 éves mindegy elpusztított. Ez a jelenlegi 100 éves trianon, ez nem pusztították mindent, hanem az emberek lelkére sokat változték az, de az emlékeket, tehát tulajdonképpen a lépületek azon a másik oldalán is kérnek, de valóban azután, hogy ilyen alaprajzokat tudtak a régészek földzárni, amit alul látható, bár ugye ott van az egész Magyarország, akkor ott vannak ilyen töredékek, minden a szép királyfej. És hát morzsák vannak, mindenki tudja, hogy a még akármelyik hazai múzeumban vagy bennyire töredékek vannak. És ezeket ugye a régészek, történészek tudják rekonstruálni. És ebből valami fölépítünk. Na most nekünk az a 150 év pillanaton belül az is elérkezik, hogy 150 év lesz a Trianon, de levéljük azt, hogy ez a híd őrintézmény. Tehát nagyon szeretnénk mindenkit, hogy akinek van rokona ismerős a hídőr, a internetet, nézzen utána. Egy magyar ember, Párkányi magyar ember alapította, és óriási pénzt fizet a 3 hónap alatt, arra, hogy valaki megjelenítsen valamit, íróköltő, valami művészeti, vagy film, vagy akármit, hogy mit jelent hídnak lenni, mit jelent, hogy az a híd összeköt minket. Az, hogy most már kevesebben járnak át Párkányba, sörözni, vagy akármire, mint a rendszerváltás elején, egy dolog. Átmenetés az iskolákkal, az óvodával, mindenkivel lehet kapcsolata mindenkinek. És főleg a családokkal. A családokkal mindenhol vannak, van ünnepség, el lehet menni a Párkányi művelődési házba, kiállítások vannak, programok vannak, de hát akármelyik Komáromban, bárhol, olyan magyar iskolák vannak, amiről nekünk gőzünk sincsen, amíg nem vagyunk ott személyesen és nem beszélünk emberekkel. Olyan hazafiság van, hogy ez azért azt mindenki tudja, hogy a Párkányi óvodában van ez a nagyon szép óvodásoknak az a szép pólójuk, és tudják a magyar királyokat versbe, és a többi. Na, szóval lényeg az, hogy hát ezből kéne valamit, nem elég a neveket tudjuk a királyoknak, hogy ezt meg csodálatos szépen ahhoz látjuk itt reggel, délen, hogy valóban az Istvánnak mennyi gondja, mennyi probléma volt, és hát ezt valahogy átéreznék.
Tehát senkinek sem volt könnyen, mint ahogy mi nekünk, mindenki a sajátját érzi. Sajátját érzi, hogy éneken milyen nehéz, de ugye az, hogy a művészet, tehát itt a művészet, ami a Keresztény Múzeumban vannak a képek, a Balasag, a Várgózeum, úgy igazgatója van. Szóval annyi dolog új és nagyszerű dolog van, oda el kell menni, és a, nem csak ugyan idősek mennek, hanem mindig mindenki, és vigyük az unokát, a gyereket, és én bízom benne, hogy nem csak a Csepeli Sekkese Színház tudik majd nekünk pillanatokat bemutatni nagyszerű előadás, hanem igenis az eszeg, ami minden iskola, minden osztály tudna valamit bemutatni, és a színészet azért nagyon nagyszerű, és nem véletlenül vannak színészeik, itt mégis van három színházunk itt Esztergomban, és lehetne 23 is ugye, de egyelőre ez a három is ugye nem csak olyan elismerés, stb., amihez kellene. Tehát ez a színdarabot is én bírom benne, hogy valamiképpen majd lehet akár vetíteni, mert fölvétel elkészült, ugye arra délelőttig. Tehát ezt iskolákban, osztályokban le lehet vetíteni, nyugdíjas klubokban le lehet vetíteni, meg lehet beszélni, tehát sugározhat tovább, hogy hogyan lehet, és főleg a Csepeli különösen üdvözlöm, és mindenki olvassa el a mostani új embernek ugye a mellékletében van ez az interjú, hogy 20 éves ez a Csepeli Sekkese Színház. Hát ilyet azért egyszer magam is tudnának. Akár minden ittánkról tudnak produkálni, minden osztály tudnak produkálni. Főleg ilyen vannak ilyen színész találat, mint itt a Rafael. Tehát valóban tudna segíteni a mindenkori pedagógusra dolgozni. Tehát menjünk tovább, ha lehet, hogy tovább pörgetni egy kicsit, hogy ugye az eltudok a sárospatak, a sárospatak kivár. A sárospatak, ahhoz föltetően született. Az a 15. században van, éppen a laskai osvát, akiről az antikváriumban elnevezve, már itt van még egy város, hogy intézkedik máshol. Legyen a laskaival, és ki mit tud, ki volt a laskai osvát. Nagyon örülnék, akár nem kéne jövő évig várni, hanem tudni, hogy a barái kit választottak az ő üzletüknek a nevéjük. Tehát itt, ő emléki, és ezt a Kuklai Antal Prévárost találta meg, hogy jön a sárospatokon, addig a pozsonyiak mondták, mindegy, hol születik, az egy véletlen dolog, hogy most melyik kórházban láttam meg, mondjuk a 20. században a napvilágot, az nem az a lényeges, az a lényeges, hogy ki nevelt, hogyan neveltek, miért neveltek. Hát erről van szó, tehát az első, hogy Esztergomban nevelték. Esztergomban tanultam meg azt, hogy ugye hogyan kell adakozni. És az, mivel a 4 éves gyereknek még nincs úgy beprogramozva, és amikor őt elküldték oda a 4 évesen, hatalmas kísérlete. Tehát én valóban egész Esztergomot elvitte oda Marburgba, ugye rengeteg nevelő kísérő, stb. Egy 4 éves gyerek mellett, és mindegy királyvány, mert nagyon sokan mentek ugye valamilyen európai akárki a férjük, hogy vitték magukat, tehát nem csak egyedül, hanem annak az egész országát, ez a kis királyvány kísérletet, ugye, át tudott alakítani, óriási tekintély voltunk, mi Európában kapottak utána. Hát ugye például csak az a negyedik Brénának is unokája, a Mária király, aki Nápolyba ment félhet, azzal vannak oklevelek, hogy 5 évig a Nápolyi király, 5 évig udvarolt a magyar király lánynál. A negyedik Bélának 9 gyereke volt, hogy egyet adjon oda a feleségnek. Nem adott, megtehetünk. Ma bárki az annál, akár az amerikai, akár amerikai, nem tudom kire. Elnöknek a feleségeim, ez egy dolog. Tehát óriási tekintélyünk volt, és az óriási tekintély csak a mi viselkedésünkkel tudjuk visszaállítani. Az, hogy igenis minden család és mindenki úgy él, hogy egy magyar embernek, ahol a szentség, ugye ez volt a, hogy a legtöbb szentet adtunk a középkorba a világnak. És ezt a legtöbb szentet ma is meg tudjuk adni. Akkor is, ha nem, akkor sem adtak mindenki szentét. A Nápolyi Máriát, aki odament, és 53 évig ott ért Nápolyba, és az egész világot, bocsánat, nyugodtan mutatom, hogy a ujjak közé csavarta, és hát fantasztikus, hogy mindent tudott hatni a világba, a művészetbe, irodalomba, vallásba, felettesek tiszteletébe, hát ez nem igaz. És hát ezt a család családjában mindenki tudna sugározni. Ezt kell egy Isten segítségt kérni. Aztán egy a sárospataki templom, és a mai, ugye ott tiszteli Szent István, mert megteremtették a kassa, felémelő utat, hogy ahol megkezdik itt, mint pünkös körében, ma is, tehát itt is annyit kegyhelyünk van, most volt Szent Kereszt fölmagasztalása, az a Pényi Szent Kereszt, hát ugye ott még búcsú van, nem tudom, bizonyosokan ott voltak, akár a körnökből is, de ez is jobban lehetne élénkíteni, tehát sok minden, az a Mindenki Iskola, meg a Plébánia, a Gerek Templom, ugye kitűnően működik, az imaköpoltat, akárki,
első vasárnap. Tehát kitűnően működik, úgyhogy ezt lehet még tovább terjeszteni. Menjünk tovább egy kicsit, és így a kívét elterjedhetnek a ilyen részletek a Vargulvárában. A Vargulvárában ma is látható, de hát ugye egy kis-kis, bocsánat, kis portfészek a lesznek, ami az képes. Ugye ez még semmi probléma, de hát ilyen fával tudtak építkezni a fa, ugye ezt esetben, nem tudom, örökkévi kőből építkeztük, meg ő volt fa is, meg kő is, ugye meg Kárpában rengeteg fa is volt, ő is volt. Tehát mindenünk van, amikor a arany volt a legnagyobb érték a középkorban, akkor az egész Európában, sőt a világ, az a legtöbb arany a Kárpát-medencében volt, a Fölvidéken, meg Erdélyben. Akkor ugye, ha csak a 20. század mondom, jött az uránért, az is volt. Most a víz az olyan nagy csönd, nagyobb a érték, a víz, az is van. Tehát tulajdonképpen a Kárpát-medencében minden van. Menjünk tovább, és azért, van ez az Ereketartó, az Ereketartó ma is ott van Marburgba, ugye Marburgba lett eltemetve, ugye ott halt meg, és ott alapított ezt az iskolát, ugye 20 évesen, 21 évesen, mindjárt a özvegysége után, és hát ott igazán érni meg Szent Ferencet, most ugye a püspököcse is utalt erre a Szent Ferenc kapcsolatra, mert ugye kortársak, és hát ugye az egy kereszt, ugye nem volt olasz állam, és ma sincs igazán, csak mondjuk a térképen van. Ez egy dolog, hogy a térképen van Itália, csak nincs ott Itália ország. Ez egy jó dolog, és Magyarország a térképen nincsen, mint Magyarország, csak egy harmad ország van, és ugye Magyarország létezik. Na most ez egy jó dolog, erre most nem megyek tovább, de tehát azt nem lehet a hazafiságért, nem volt soha Olaszország 100 éve, és ma is akárki jár, az akkor egy firenzei vagyok, római, virágai, semmi egész, többivel nincs közössége. Na mindegy, így működik, de van egy ország. Tehát az sose lett volna ilyen világhírű a Ferences rend, ami ma a legelterjedtebb Ferences rend, a rendszerváltás után Magyarországon is. Hát ha nincs egy királyrány, aki közélik áll, mert nem csak ahogy mondta a püspököcse, hogy megbolondította vagy belelkesítette az akkori embereket, hanem belépett közé. Mint az iskolában vagyunk, és Mindenti Bíboros, Herceg-Prémásnak itt ugye 56-ban állították ez a kerektemplom, ugye, akit nevezte, tehát Szent Annatán a kerektemplom, a kerek az mindig mind a házasságig, vagy egyáltalán minden gyűrű, egy örök szerelemről szól, aminek nincs vége. Tehát a mi szeretetünknek, szerelmünknek, Isten iránt és ember iránt nem lehet soha vége. És erre a szó szentelsében érettünk. Na most ennek, ezt kell nekünk, ez a megerősödtünk a mai nap, és ezután minden nap erősebben. Tehát itt, ahogy bejöttünk a Mindenti Bíboros szóban fogadott, egy egész alapos szobor, akinek a mindenki hallott valamit azért a különböző médiában, vagy Fatimában állítottak, hogy egy fantasztikus szobor. Most a szobrászművész, ez egy Pesti Ríges Tibor, ez egy szobrászművész, akinek a Mára remetét kiláltattak, és Mára remetén lévő templom előtti szabadtéren lévő szobrát. Örülnék, ha máskor bárki elmegy, szabad megnézni, szabad nagyon csodálni azt, ami van a világ minden részén, de ami mi nálunk van, és ami például itt volt most ez elég szabad rácsodálkozunk. Na most világos, hogy senki sem profit a saját hazájába, ez a saját hazája jelenlegi egyharmad Magyarországot jelenti, amit gondolom mindenkinek ez egy többet jelent, egyrészt a Kárpát-medencét, ami 7 ország jelenleg, és jelentje a nagyvilágot, mert mindenhol vannak magyarok, olyan világra nincsen. Tehát lényeg az, hogy azok mind összefognak, hogy tudják. Tehát arról van szó, hogy Esztergom Mindszerti nevével, és most Fatimában, Portugáliában ezt a szobrot teljesen a portugáloknak, olyan a szobrász művét, aki ezt a szobrot alkotta, és azért vagyunk mi is itt, meg azért van a Csepeli Színház, meg a Pestiek, szeretes harmadik rend és mindegyik, világéren azért van, hogy segítsük sugárolni a szentességet meg, mert az egyedül látunk a jelenet végén, hogy ugye minden itt a halála után is oda megy és simogat és szeret. Tehát ugyanezt csinálja ma is, de hogy érezzük azt a simogatást a saját testünkön, hogy azt kell, hogy mi is megsimogassuk azt a másik embert, és hát erre fogom is. Amit mondtam, szekrény, ez egy jó tömény, 2 méter hosszú, majdnem 2 méter hosszú, hatalmas ötvös mű,
ami ott van üresen Máruborban. Most hányan jártak Máruborban? Jelenleg elég sokan azért, ugye, de lehet még többet. Ugye teljesen üres templom, és hát ugye ott valóban nincs a kultusza, ugye hát azért hál' Istennek azért valami van csak elindult, és valamit tudunk tovább adni abból az európai kereszténységből. Jelenleg Európát kell, és ha ki fogja más evangélizálni ezt az Európát, ezt a Nyugat-Európát, amit főleg úgy is mondhatom, tehát ugye nagyon külön vált a szocializmusban az, hogy kelet meg nyugat, hát ugye ma már 23 éve nem így van, 4 éve nem így van, de azért mindig 34 éve számunkra nem vagyok ilyen erős, a lényeg az, hogy pár éve már egy emberöltője van ennek a rendszerváltásnak, szabad lenne holnaptól erősebben sugározni. Szabad lenne azt érezni, hogy nekünk kell igen, és nem a másiknak, meg a nap, meg a fakoknak, meg nem tudom kinek, hanem nekünk mindenkinek magának kell a saját családjában, ami a legnehezebb, világos a unoka felé, a legnehezebb, de meg kell mindent próbálni. És ezt csinálja a Caritas, és Esztergomban nagyon jól a környéken, sok minden nagyszerű van, én bízom benne, hogy valahogy mi is csak tovább tudjuk sugárolni. Tehát itt ez is ma, ez mi Marburgban van, a Marburgi üvegablakok, fantasztikusak, 1200-as évekből. 1200, ott az, az ami ott van bal oldal, ott már fekszik egy beteg az ágyon, és ráteszi az elség, hogy ezt látogatott mindenkit külön-külön. Hát ugye ezt hogy tudta csinálni, és mindent megépítettek, az egész Ferences rend, gondolatot valójában hát volt egy kis pénz az ő, még az örökségéből, ugye az örökség, amit ő még a 13 tekérrel, az aranyat elősöd, mindegy a kállat, az egy éves gyereknek, mint egész azért írtak a német krónikák olyan, mert ilyet nem láttak. Ilyet nem láttak egy ilyen karavánt, mint 13 tekérrel, vagy tekérrel, hát ugye mind aranyelis volt, és minden aranyból volt, és, mert hát a magyar király az a második adrás, tehát nem egy olyan pikogya emberke volt, de hát a világ legjobb embere volt, az kétségtelen. Az a magyar vár, ami Szíriában, megint csak a magyar régészek hoznak, hogy ma is folyamatosan helyreállítanak, hát ez az Eszter Kami Bárú mintájára épült, ugye. Hát itt még odébb van, meg mindenki ezt átérezze, hogy mindenki büszke legyen arra, hogy itt minden földön a magyar szenteknek a lábnyomaiban járunk, és hogy mindenki úgy menjen innen haza, hogy a Csepeljetnek, Pestieknek, úgy menjenek haza, hogy megérintessük Szent Erzsébet. Szent István, nem tudjuk megsorolni, hány magyar szent van, mert ez a skóciai Szent Margitról, amit talán hallunk, meg mondom most a Fatima alap, Fatima, amikor hazajött emberek, voltak fiatalok, úgyhogy sok mindenki volt ott. Fatimában azt mondják, hogy megdöbbentette a magyar embereket, nem csak azt a szobrát, akivel én beszéltem, hogy az hihetetlen, hogy milyen óriási tekintélyel nézett meg ő. Hát, hogy ingyen vitték a szobrot, ingyen összedobták, mindent összedobták. De először őtőnek kérték, hogy hát csinálj egy szobrot, és hát hogy kérdezett, hogy fog megvalósulni, mert neki nincsen miből. És akkor vagy majd a portugálok, és hál' Istennek a portugálok állták. És óriási, és az a, ugye milliók járnak Fatimába, és az a mind végjelek a magyar keresztutat, amit mind a 56-os magyarok létezik, és hát arra nincsen sok szó, hogy ugye a státus végén lévő kápolnál, ki volt Fatimában, akik itt vannak. Igen, igen, és azért, hogy valaki még tudja tovább elmondani. Szóval a kápolna mégiscsak a Prokop Péternek az üvegablakai 50-es évekből, és a 2000 körül években, vagy jobban később, a mennyezetnek a mozaikja, amit ő úgy csinálhatta ugye Rómában, hogy a negatívot raktak ki padlón, a mozaikot, nem a negatívot, hanem a visszáját, és a legkülönben emelték, föl is ígyíték Patinának. Mindegy, hát érve, hogy a név számít, holnap erről fogunk beszélni, hogy az ikonok, ugye a szertemplom, amit most körökatolikusok használnak, hogy mit jelent az ikon, ugye van egy kis ikon művely, tehát holnap erről lesz szó, dél 11 órakor. Tehát valóban a művészet egy, akár tűzornak, akár ikon, akár szobor, a lényeg vagy akár színdarab, akár bármi, tehát a művészet szeretné erőteljesebben sugározni a gondolatot, a gondolatot. Most ugyanígy az ötös művek is, ez egy nagyon szép, ez a kis oltára vagy bálvani, mert nem akarom tovább meghozni, csak most föl a üvegablakra visszatérve meg egy, hogy azért ábrázoltak 1280 körüli év,
éveiben úgy, hogy az Erzsébet éppen egy betegnek a pulzusára teszi a kezét, mert tudta, hogy mi az a bizonyos vérnyomásmérés, ugye, amit mindenki csinál. Hát ugye nem tudja abba csinálni, de hát neki mérő a vérnyomását. Helyben lehet mérni, hogy hogyan be van a szívnek a lelke, de én nem tudom segíteni, de szeretném mindig biztatni, hogy ez a vérnyomásmérés nem sokat ér, mert annyi dolgon ér, annyit jelent, hogy én most lelkesebb vagyok, vagy fáradtabb vagyok, az tőletünk, hogy én hogyan mozgok, csinálok mindent, és mennyi a lelki előbenem. Aztán, mert ugye azt fölvisz, ha ideges vagyok, akkor fölvisz a mérnyemet. Az eredet ideges, mert Isten kezében vagyok. Tehát nem a tablettát kell bevenni, most ebben kérem a gyógyszer ellen, én nem tudok semmilyen gyógyszert, mióta élek, de az biztos, hogy nem beszélek ezzel, mert az, akkor nem így lennék, hogy ha szedném a gyógyszert, az biztos. De hál' Istennek ma még vagyok, és hogy ezt tudom csodálni. Megyünk tovább. Én nagyon pedig ennek a megint csak, Nápolyban vagyunk, ahol megint csak volt egy magyar királylány, aki 14 évesen férjemben van Nápolyban. Igen, jó, van egy kicsit, majd nem esek el fejegyelben. Igen. Vigyázok, hogy ne legyen láttam, és legyen a végén. Akkor orvosok kezébe kezdve. Szóval lényeg az, hogy ott van egy templom, Nápolyban rengeteg templom volt, és van is, hál' Istennek, de hát rengeteg elpusztult, a Vezúv kitört, a árvíz jött meg, hát ugye a háborúk jöttek, és mégis egy templom van, amit ez a bizonyos magyar Rosszági Mária, a negyedik Béla unokája, a 5. István királynak a lánya, ott is 5 gyerek volt, az a legerősebb, ez a Mária, nincsen templom, tehát ugye szült 13 gyereket, akiből az első, a Mikáról Józsefnek az apja, a Marter Károly, a második a Toluzi Szent Ajos, aki már hallott erről, Toluznak volt ugye a püspöke, Ferences szerzetes, a harmadik volt a Bölcs Robert, aki a király lett a végén. Ez nem volt ilyen evidens, vagy természetes, mert elsőnek kellett ugye örökölnie az európai rend szerint, és ez már 1300-as éveiben már 300 évig gyakorlat volt, tehát nem volt olyan bújgalom, mint Szent István korában, amikor ugye nem volt olyan biztos, de a koppány ugye úgy jelent, hogy őt a legerősebb férfi, és hát nem muszáj kontanak a gyerekünk, a apja fiának, a királynak lenni a magyar ősi törvények szerint, szóval akkor nem volt annyira, akkor kezdődött, hogy valóban ez a egyenes ágyú letárgazás menjen tovább, amiről még mégsem ez egészen tovább, ugye azt is tudjuk, de kicsit, hogy 1300-as években már nem volt probléma. Tehát lényeg az, hogy a Árpádház nem halszi, ugye nagyon fontos, aki még ezt a szót nem ugye senki a tájára, mert van, hogy nem halszi, mert Lévi Ágon tovább ment, ugye most. Tehát ahogyan a Hazugházra nem tanultuk a történelembe, hogy ki hal, ezt nem bízod eleget hangsúlyozni, csak ugye az természetes, hogy megtanultuk, hogy azt kihalt. Ha valóban én örülnék, ha valakinek az unokájának elmagadnál, édesfiam, gondolkoznám. És igen, csak a 10 éven keresztül is jelentkezhetne a tanárba, hogy azért valószínűleg azt mondja, mert nyilván azt mondja a könyvben, hát azt mondja a szegény, ami ott van, és akkor megmondaná, hogyan halt ki, mikor ugye, hát a hangodok, ugye, és tovább mentek őjából, mert hát a magyarok megtalasztanak. Ugyanúgy megtalasztják, akkor nem is kellett megtalasztani, hanem mindenki nagyon örült, hogy segítette a pápa is, ugye, hogy a magyar, mert rengeteg magyar női ágban való, mindenhol sok gyerek voltak, mindenhol sok jogos lett volna a harmadik András, és ugye nem az a család, mert ugye mindig voltak problémák, meg ellentétek minden családban, ez a harmadik András ugye nem fogadta el senki az Árpádházból, mert ugye a 60-ak fölüli második András harmadik felesége, ez a fiatal beállítve, attól elvileg született volna ez a harmadik András, tehát a harmadik, a Beatrix-a született ez a Esztény Beatrix, ez a mindegy harmadik András, és éppen nem az Árpádoktól, ugye ezt akkor mindenki így fogadta, nem fogadta el, de aztán a magyar kezdt így elsimították, mert Beatrixnek fontos volt jóba lenni. Hát mindig van a politika, ugye el is fogadtuk, de utána már be kellett volna jönni a törvénynek, tehát a Várkonyi Mária királynak az unokája végül megnyerte, de erre azt mondjuk, hogy alsinak, hogy magyarul beszélt, hogy persze alsinak hívták, na de hát attól, hogy valakinek az unokáját nem is hívják, mint őt, attól mi az én unokája. Ugye lényeg az, hogy ez a felső testó, mert főleg az a legfelső, az a harmadik András lefületi, aki akarta igazolni, hát ugye, hogy ő is az Árpádé, ott a Szent Erzsébet voltak. Tehát a Szent Erzsébet az mindent összekapcsolt.
mindenkit összekapcsolt, és ez egy házi oltár ennek a hazai adorásnak, aki Velencébe ért, és a Velence egy nagyon politikus hely volt, hogy a őnek fontos volt a velencei gyomzsérnek, hogy a magyarokkal jóval legyen, itt a Bizánc felének hajóknak szállították az embereket. Na, de mindig voltak ilyen gazdasági, meg politikai tényezők, de attól függetlenül a magyar tudatnak azért mindig megvolt a helye, és ezeket tovább kell adni. Tehát utána vannak a lápai festók, ahol ilyen kicsit halványra láttanak, de hát oda vagy majd a megnézi, külön-külön, és az az valóban az emberségnek a korabeli, tehát 13. századi ábrándolásai, és azt a Mária királyné rendeltette, megadta a két második sorban lévő kép, amiről van egy kis könyv, amit a Romanika kiadónál lehet majd kapni, az egyik mindenki képről, ott a 30 elemetben megvan a szentelmi kérete, amit ez a nagyvédi, tehát a női Európa húva volt, tehát ha ő személyesen nem is ismerte az Erzsébetet, mert amikor ő a Margit-szigeti apátákhoz került, hogy ott meg tudom írni, olvasni művetséget, akkor írni, olvasni, meg az egész egyház történelmet, akkor már Erzsébet, a 20 évben halála után már szentett, hogy ott a oltára volt az önmennyényének, tehát ez a Mária királynő és egyik, akik olyan, mint mi vagyunk itt mind, akiknek tenni kell, és az ő példája nyomán is, hogy hogyan kell továbbadni, hogy nekünk magyaroknak saját életrajzunk is volt erről az Erzsébetről, ez ezen a nápolyi freskókban látható, és ezek a nápolyi freskók igenis szólnak erről a 4 éves a rózsacsodáról, a püspököt is említette, tehát valóban itt Esztergomban volt az a szellemiség, az alakozó szellemiség, ami a Szent Ferencnek a lelkében megfogad, csak ő azért tudott jobban sikálni, mert egy királylány volt, aki messze erőteljesebb hatást tudott a világra tenni, és nekünk Esztergomnak, egy magyaroknak ezt kell vinni, hogy nekünk igenis, van olyan lehetőségük, ami igazán hangot adunk annak, hogy mi magyarok tudjuk továbbvinni a 21. században, a magyarok tudják azt tovább, hogy mit jelent karitásnak lenni, mit jelent a szegényeken való gondolkodni, mit jelent egyáltalán a kereszténység. Nagyon sok ugye, híres író van, meg szentemben, kért Franciaországban, Olaszországban, mindenhol, nem vagyunk kétségben. De a magyarok voltak azok, és ma is azért nagyjából ez a aki a szocializmusra is említi, bizony nagyon sok helyen kérdezték, hogy hát igen, ott van egy igazi keresztény mag, nem több, mint egy mag, de ez a mag ki fog kelni, erről is biztosan csak beszélt megint tovább, és ugye ez egy óvahelyettől van, ugye van, most vannak ilyen egész korajtát, az Erzsébet korabeli ábrázolások, amik nagyjából Németország, Anglia maradtak meg, na most ez egy kódettel van, miniatúrák, de valami olyan hittel és erővel mutatták Szentelzsébetnek az életét, akkor most valóban a későbbi ábrázolások, tehát mind a, ez a mai, ez a szabad, ami itt van, ugye Bajócra, ugye, itt van, tehát, hogy Bajócra, Bajót utamítás, ugye? Igen, honnan van, ugye, Bajócra. Nagyon jó. Annyira szépen a szobor, és valóban ezt kifejezi a maga a rózsacsoda, hogy ezzel egy kicsit gondolkodnánk, hogy valóban minden, tehát minden cselekedetünk, ami teszünk bármivel jót vagy, ez a jót szót szólunk valakinek, az tényleg kivirázni szólnak, annyi örömet tudunk adni egy dicsérő szólnak. Ugye azt mindenki tudja, hogy a dicséret a legjobb nevelés. Tehát ha én az unok, nem csak az unokával, de mindenki dicsérek, és mondom, hogy te milyen nagyszerű vagy. A szomszédasszonytól kezdve mindenki, de mindenkiben rengeteg jó van, csak az hát észre kéne venni. Na most ez az, amit a rózsacsoda üzen nekünk, hogy az kivirázni. Tehát ő ugye tilosban ugye vitte ezeket a kenyereket, vagy bármilyen visz, de hát amikor megkérdezem mi, hogy mi van a kötényedben, nincs már ki a kötényed, akkor tudta, hogy az az Isten ugye megmutatja, mi igazából, én csak az, hogy jót szeretnék tenni. Tehát ez a jónak a kisugárzása, az a, nem az, hogy most na ugye, ez egy, vagy igaz, vagy nem, ugye szeretik mondani, hogy ez egy legenda, mondom ezt a szót is, bizonyára kívánjam, hallott, sokszor hallotta, ugye ez egy latin szóval nem lehet, hogy olvasni, regó, legelek, nyertem, de ezt már ugye elfelejtjük, milyen alapon, ha valaki, mi az, hogy legenda, ez azt jelenti, hogy belépni véget ér. Hát olvasni kell, azt jelenti, tehát ezt nem szabadna, hogy ezt ne vegyük tudomásul, hogy a 13. századi ember nem volt hülyébb, mint a mai, tehát olyat nem várnak,
mely darábok voltak, mert annyiféle szép darábok voltak, az is oda történik. Hát sorban mindenki tudna mondani valamit, nem beszélt mondani rá, hogy ezek meggyógyul vagy. Szóval mindenki már találkozott csodával. És mégis nem tudjuk elég is beállni ezt, hogy ez nem mesehős rózsa, hanem valóság. Mert az arra minden jó tett, az csodálom. Sokkal inkább, mint bármi más. Tehát akármi csinálok bármit, akár egy képet szokott, de úgy nem tud sugárom, mint hogy valakinek azt mondom, hogy te nagyszerű vagy. Hogy te igazán milyen csoda volt, amit csináltál. Tehát se gulatodik, hogy a vezetni marának is, hogy amikor csinálta egész nap, meg tegnap is, hát a csoda. Szóval valóban azt, hogy ezt ő így meg tudta tervezni, sokat segítségével, nem mondom segíteni az érdemére, de valóban is ezt szeretném, hanem tovább menne. Tehát valóban ez az, hogy önnek a pestiek, önnek a csepegők, mindenhonnan jönnek és segítenek. Tehát valóban, ha mi összefogunk keresztények, akkor nem egy probléma, menjünk tovább, és arra sajnos nem látjuk a réges képet, csak azért mutatom egyre ezeket a kiállítást, ezek hatalmas tablók voltak Rómában, volt bemutatva meg több helyen, hogy valóban valami annyi szép ábrázolás van, ugye ez a majd a padolatjáért, főleg a török után még jobban érezzük, hogy a magyar szentek élnek. Nem esze, de Szent István is él. Azért volt bemutatva ma is ez a két darab. De a Szent István, ez szóval ma is él, és hát ez nem érti, hogy nem érhetünk mi az ő segítségét. Tehát valóban nagyon kéne, hogy innen a királyi, mint hogyan, nem az, hogy könnyű szerepet vállalt, és így tovább. Tehát sokkal több centri van, mint ahány centri van avatva, de én úgy gondolom, hogy most megkérdezném, hogy ki tudna, mit tudom, akár 50 centet felsorolni, nem biztos, hogy mindenki sikerülne. Én örülnék, ha többen megvennék, mert egy több helyen lehet. Átléval arasztalnak mondjuk most ilyen lengyel néven egy kis árva vár alatt, az árva folyó mellett, egy határtom, ahol van ugye 52 magyar cent. Na most az a 52 magyar centet valaki, gondolom, sorolja föl, és megkérdezi valaki, mert én azt mondom, hogy sokkal több van, de ott abban a templomban csak 52 van, és mindegy oda van írva, mikor ért, mikor az ábla, 1600-as évek elejéről. A törökkori Magyarország idejéből, de már török ott nem járt, ez az ábla már, hogy a legészakibb vára a magyar királyságnak. Az 52 kis árva templomába, az a legyenek megamápolják, aki megy krakkol felé, az ott megállhat, főleg autóval megy. Szóval lényeg az, hogy évben 52 hét van. Tehát minden két héten volt egy másik szent. Ezt elkezdhetnénk itt a jelenlévők is, hogy szépen akár megveszik ezt a kis könyvet, a sőkös szeretnék a fordításával, meg helyeszabával jelent meg a Szent István kiadóban, valamint a 60-as években, ennek egy faximile kiadását jegyzik adták ki. De lényeg az, hogy egy mindegyikkel van egy rendszerben korabeli. Tehát minden héten a családban, ez nem nehéz dolog, hogy egy beszélnék egy magyar szentről, akár iskolában, akár családban, akár. Ezért mondom, hogy ez a három, a tüzanya patronok elé, és a alatta pedig a Szent István szentjében Szent László. Ez a három királyunk magyar, csak ugye Imre talán nem, de tudjuk azt, hogy a szeptember másodikán ugye van Szent Istvánnak a világegyházban az ünnepe. Ma már ugye ünnepeket egy kicsit rendeztük meg mindegy, de lényeg az, hogy egész Európa ünnepe. Tehát van olyan Szent István, van az augusztus 20, ami például Bamberben ünnepelnek, ami szintén Németország. Bamberben ott gyűjtják a bamberi lovas, most már ugye a 30-as évek óta, Hitler óta így hívják ott. Bamberben már most kezdenek átkérni az idegenvető garagya Szent István, de még az igazán még Bamberben rejtett, még mindig csak egy lovas, akit ugye a Hitler könyvet azt így átkeresztelt, mert hát ugye az, hogy egy magyar, ugye kicsit a magyarok egyáltalán. Na, ez egy kicsit mindenhol él, de azért nekünk tudnunk kell, hogy az, amit az a szobor azért áll például Bamberben, hányan látnak ezt a Bamberben, csodaszép szobrot. Na most azért van, hogy Szent István, és hogy miért ugye ott gyújtják a gyertyát augusztus 20-án a bamberiek, a mai unokák, szóval a mai egész fiatalok is nem egyszer láttak. Tehát valami olyan nemzetközi rangú helyünk van, csak ezt nekünk csak tudni kéne, és tovább kéne vinni. Na most a voltam egy gyárásággal, felettes gyárásággal Bamberben, és a regiákokkal, és hát ugye
tudták, hogy ugye élet nagyon szeretnék tudatosítani, hogy ott van egy lovas, a diadali ügyén, a szentély eljáratán egy lovaston van, és a szentély. Ezt azért német gyomorról, ugye tájában jöttek már föl, hogy magyar senkit, hogy éppen a Bambergek alapító császári pár, ugye, a Gizella testvér a második Henrik, szintén szent, második Henrik, és a Kunikunda a felesége, azok a kapu bejáratán kívül vannak, ott vannak a kapu bejáratok. Tehát a császári pár, aki aztán, de akkor még nem voltak szentek, amikor a szobor készült, de a szobor még csak egy magad erről, mert azért örülnék, ha valaki most el internetre megnézni, ma már nem probléma, hogy a csodaszép szobor, az arca, és ezt hálából állítatta a Szent Erzsébetnek az egyik nagybátyja, az anya testvér, aki a Gerzsébetnek a testvére, aki menedéket kapott a második András főleg Magyarországon, mert elvitték a Bambergiek. Ugye ott is a püspökség körül voltak kiszállók, mint mindenik, ez semmi új, de lényeg az, hogy a hitnapotig voltak kalocsai esetek belőle, két ilyen testvér, ugye azok is többen voltak testvére. De mind segítették az unokahúnak, tehát a Gertrudnak, hogy a Gertrudnak is volt két pár pap testvére, mert valóban valami olyan együttes volt, hogy mind hálából állították ezt a szobrot. Nem mondom tovább, mindjárt most a magyar szentesség itt voltunk, és még menjünk tovább, tehát ezek az a legfőső baloldali szolgált itt van a bibliotékában. Oda is én remélem, hogy akár bármikor, nem kell várni jövő évi átszakrához, hogy például az, hogy a Mohácsi Vész előtt, hogy miket tanítottak az Esztergomi Káptalan iskolában. Ez egy a Szarkai egyik érseknek a gyerekkori könyve, az a volt minden, és tovább mentünk, már is Kassára tettünk. Kassa egy fantasztikus templom, ma is, hál' Istennek nem jártott a török, és aki véletlenül megünnepelte, vagy tudta, hogy kik azok a kassai vértanúk, nem olyan régen vannak szenti alakban, de ott van a Eszterő Bazilikában a szobruk, megint csak abban a jobb oldali, a kereszthajóban, vagy a magyar szentek panteonja, ugye ez a szót a legemzetünk nem ismerik még, de előbb-utóbb meg észrevetik, ott vannak a kassai vértanúk, ott van a Erzsébet, a Margit, a Adalbert, és sokan mások. És most ott van ez egy városi plébánia, tehát ez a kassai dohóma, ugye nem volt püspökség, csak sokáig plébánia, de lényeg az, hogy valami olyan, és Erzsébetről nevelik el, mindjárt halála után, mert ugye 4 évvel halála után, és a 24 éves lát szenti avatják, csak a kezdelge templomokat építenek. Ugyan Esztergomi Ferences templomok külön oltárt emelnek, és az a legenda, amit nem olyan régen egyesítettek a különböző papírlapokból, ami kiderül, hogy Esztergomban írtak ezt az életrajzot, ezt is nagyon fontos lenne, nagyon tanítani, tudni. Egyszerűen aznak, hogy a Ferencesek azonnal állítanak egy oltárt, ugye a szenti avatot a királyunknak a te húga testvére, abban az évben lett királyon a testvér, a Negyedi Béla, ugye a tatárjárás után újjáépíti az országot. Hihetetlen, pár év alatt, hát ezt is ugye egy kicsit tudatosítanák, amikor az a unoka vagy bárki tanulja a történelmet, hogy elmondanák, hogy a kisfiam hallottad azt, hogy számolt ki, hogy most 34-ről jön a rendszerváltás után, és hát ugye akkor 10 év után, a 10 évvel az egész európai domokos rendi káptalan, hogy Budán a Bátyástáplan mellett is írt, hogy ott adja a hozzájus káptalanjára, bizonyára nem a ramok között is, nem a fülön, vagy nem tudom, hogy tartották a káptalan. Tehát valószínűleg voltak épületek, és valószínűleg újjáig tettük minden 10 év alatt. Hihetetlenül. Világhírnévre tettük, de 10 év alatt. Ez így volt. Most ez a Kassai a déli kapuja, ahol megint csak Szentelséget élete van úgy, hogy jelenik veleket a domborműveket, hogy az utolsó ítélet. Az utolsó ítéletet egyet mindenkitől, csak azt, hogy egyet kérdezik meg, hogy milyen jó kell, mennyit ápolta a beteget, a szegényt, mennyit látogatta, stb. Tehát mi az, amit nekem tettetek ennek a legkisebbek közül. Hát ugye ez az égetet, amire föl kell készülnünk vele, mindenki kell. Ott a Pécsi-t a város, a Pécsi-t tovább, menjünk tovább, hogy olyan kiállítás volt, nem egy közületlen, nem csak a magyaroknak, hanem hogy mit jelent magyarnak lenni. Ez a kiállítás erről szólt, hogy itt van ez a Kassai főoltár, és ez a
kocsával ennek a számos metában. Két területet becsukni, és ez a 48 képből 24 kép az Erzsébet életét mutatja be, és ezek között van, hát érdemes a Szent Erzsébet iskola, ott itt a Dunaparton, a Apáták egykor iskolájában, most is a Apátáké, csak valahogy nem annyira, hát sajnos a Apátáknak a utánpótlása, ugye a hivatás, az még odébb van, hogy imádkozunk érte, és ami nagyon kellene mindenkinek erre gondolni, hogy nem megálltal jön a hivatás, hanem úgy, hogy segítünk, hogy imádkozunk, és az életünkkel ezt valahogyan megtaláljuk hogyan. Tehát a lényeg az, hogy itt az amit a mátyáskori, ez egy mátyáskori ábrázolások, valami olyan, amikor ugye a Botticellinből, a Leonardoid dolgozik, és így tovább. Tehát Magyarországon van minden, ami igazán akkori világ tud létrehozni, művészetbe, képzőművészetbe, és hát ugye ezért szeretném, mert most egyes képeket nem tudom bemutatni, de ez a 24, itt a 48 az összes kép, hányan voltak vassár, hányan. Jelenleg nem ugye lehet ott csugogatni, becsukatni, de a képeket lehet látni, szóval úgy néz ki, hogy ha becsukom, akkor látom a 24 képet, mint passiót, tehát Jézus életét, és minden szent, és ez az utolsó mondatom, minden szent nem csinál más, mint Jézus követi. Tehát ez a jelenti, hogy szent vagyok. Tehát Jézusnak a passióját is, mert azért ugye nem csak abban áll, hogy nagyon jó csodákat teszik meg, ünnepelnek meg, tapsolunk meg, bemadunk Jeruzsálembe, hanem bizony van a keresztút, és minden ember életében van a keresztút, és ezt a szent Erzsébet is megérte, 24 évesen, kiűzték a várból, szóval sok probléma volt, de valóban a Jóisten annyiban megsegítette, hogy most próbál minket segíteni, próbál minket rangosni onnan fölülről, hogy valami jót is csináljuk már a világban. Hát köszönöm szépen mindenkinek a türelmet! Dr. Hajnal Gézát, akik a Rózsalány című csodaszép zenés darabot megalkották közösen Árpádházi Szent Erzsébet legendái alapján, Árpádházi Szent Erzsébet életéről. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Andorka Péter és Hajnal Géza vagyunk, és úgy fogunk beszélni, hogy lesznek részletek a Rózsalány című műből, amint itt láthatják a borítóját és a kis könyvecskét, ebből egyébként lehet vásárolni, és azt hátul majd ott megpróbáljuk megszervezni. És a részletek között pedig röviden mesélünk arról, hogy tulajdonképpen hogyan írtuk ezt a darabot, miért vonzott minket Szent Erzsébet. És az előbb a nyitányát hallhatták ennek a műnek, és hát itt ez egy nagyon kegyelmi pillanat, hogy itt köszönhetjük Prokop Máriát, mert hogy pont ezen gondolkodtam, hogy én nagyon sokat beszéltem rádióban, tévében erről a darabról, és mindig el szoktam mesélni, hogy tulajdonképpen így a Máriának a dorgálására, hogy mondta, hogy legyenek hídőrök Esztergomra, ugyanúgy minket egyszerűen nagyon leszidott, hogy nem tudunk semmit Szent Erzsébetről. Ráadásul én a feleségemmel a Ferences Világi Rendnek a tagja vagyok, és egy olyan közösségnek, ami Szent Erzsébetről van elnevezve. És 1207-ben született Erzsébet, és a 800 éves születési évfordulóját ünnepeltük, amikor Mária sok helyen tartott előadásokat, és ugyanilyen hét, ahogy most hallhatták, talán még mérgesebben, mesélte azt, hogy járt Olaszországban, és látott egy kisfiút, aki a labdával rúgdosta a templom falát, és megkérdezte a Máriát, hogy te honnan jöttél, és mondta, hogy Magyarországról. És a kisfiú rögtön azt mondta rá, hogy Szent Erzsébet. Mindig ezt mondta a Mária nekünk, hogy nem a Puskás öccse a legismertebb magyar világban, hanem a Szent Erzsébet, és hogy tényleg alig tud a mi generációnk róla valamit, nem sokat tanítottak róla, és az engem így nagyon elgondolkodhatott, hogy hát akkor itt vagyok egy ilyen közösségnek a tagja, és hogy ez tényleg milyen kínos. Ahogy Bel Miklós püspök atya pedig beszélt róla, hogy Szent Ferenc ugye megrészegítette az egész világot, ugye sokan nem mindig
tudják itt pontosan, tehát hogy itt is élnek a ferencesek, már egy ferences világi rendlik, tehát hogy a ferences család az úgy épül föl, hogy vannak az első rendiek, hogy az OFM, kisebb testvérek, oda mások is tartoznak, ugye a kapucinusok és a minoriták, aztán van a második rend, ugye ők csak a Clarissa nővérek, akik monasztikusok, tehát egy helyben élnek, őket nem nagyon láthatjuk ugye az utcán sétálni, és van a harmad rend, ami egy jóval nagyobb gyűjtőfogalom, ahol nagyon sokféle nővér, testvérünk él, például a szegény gondozó nővérek, és így tovább, és emellett vannak a ferences világi rendiek, akik családban élnek, de annyira vonzotta őket Szent Ferenc, hogy már Szent Ferenc korában Szent Ferenc maga megalapította ezt a közösséget. És ahogy itt a püspök úr is említette, Szent Erzsébet is kötődött ehhez a közösséghez, ezt most nem tudjuk pontosan történelmileg minden adatolva, hogy hogyan is kötődött a ferencesekhez, de ez nekünk jó lehetőséget adott Péterrel, hogy ezt is valahogy beleszőjük ebbe a darabba. Ami minket nagyon még megfogott, meg elgondolkodhatott, hogy egy húsvér emberről van szó, tehát hogy a szenteket ne egy ilyen távoli, csak glóriával elképzelt alapnak lássuk, hanem hogy tényleg, ahogy a püspök atyának az egész előadása erről szólt, hogy mit tenne ma itt köztünk Szent Erzsébet, hogy mennyi minden olyan mozzanata van az életének, amit magunkra vonatkoztathatunk. Tehát, hogy egész kislányként, ezt a kislányt oda kiállította egy püspök úr, ugye ugyanilyen kislányként elkerült nagyon messze az otthonától, a szüleitől, ott fölnőtt, utána meghalt a jegyese, aztán férhez ment, aztán meghalt a férje, de közben az született három gyermekük, már 20 évesen özvegy volt, és 24 évesen meghalt, és erre 4 évre már szentté avatták. Ugye ez abban az időben, és ez még nagyon-nagyon ritka volt, tehát az így mutatja, hogy a kegyelem hogy is árad ki az ő környezetében, és mekkora hatása volt. És talán, amit a legjobban érdemes így kiemelnünk, természetesen az anyaság és a család mellett, az ez a szociális gondolat. Tehát azért egy királylányról van szó, ez egy nagyon komoly dinasztiának a sarjáról, aki megérti a Szent Ferenci gondolatot, hogy a szegények, a betegek az árvák felé forduljon. És akkor még ebben a blogban annyit mondanék, tehát hogy engem ez elkezdett érdekelni, mindenféle forrásoknak utána olvastam, a közösségünkkel ezzel rándokoltunk azokra a helyszínekre, ahol Szent Erzsébet élt, Margburba, és ezekre a természetesen Magyarország, Sárospatak, Pozsony, ahol Szent Ferenc nyomait lehetett látni, és ezekkel felvértezve gondolkodtam majd, hogy kellene írni egy valamilyen darabot, és Péter, aki amellett egy nagyon jó barátom, amellett nekem másodunok a testvérem is, és az ő nagymamája szintén így természetesen rokonom nekem, és ő egy nagyon aktív és agilis asszony, hasonlóan Máriához, és iszonyú mérges, hogyha azonnal nem megyünk el a Péternek a legújabb éppen legújabb bemutatójára, mert a Péter pedig zeneszerző, és akkor még az oroszlán körmeit mutató ifjú titánként írt egy darabot, még gimnazistaként a Tüzen március címmel, és arra a nagymamája statáriáson elzavart minket, hogy mindenki azon vegyen részt, és én teljesen lenyűgözve hallgattam, hogy amit karácsonyra láttam ezt a kisfiút, hogy ez tényleg milyen tehetséges zeneszerzővé cseperedett, és azért volna, hogy megkérdezem tőle, hogy én írnék egy darabot Szent Erzsébetről, akkor hajlandó volna megzenésíteni. És nagy örömömre igent mondott, és az én ötletemre írt nekem egy nagyon hosszú levelet, hogy mi minden kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy ilyen zenés darab. Majd arról biztos fogok beszélni, hogy mi muzikának kívülbe, hogy nem is biztos, hogy ez hivatalosan annak tekintető, inkább egy opera. De lényeg az, hogy írt nekem egy nagyon hosszú levelet, hogy kell lennie kórusnak, duettnek, szólónak, amiket én nyilván így kiskoromtól láttam mindenféle zenés műveket, de ezt nem tudtam volna, hogy ezt így kell. És akkor az ő vezérfonal alapján próbáltam meg összerakni ezt a történetet, és ugyanaz is egy fontos elemben, hogy lehet úgy elmesélni egy középkori történetet, ami a mai ember számára is közel hozza Szent Erzsébetet. És ezért
bizonyos szereplőknek lehet nagyobb hangsúlyt adtunk, lehet, hogy bizonyos részeket jobban kiemeltünk, de hát az a lényeg, hogy ha valaki megnézi, vagy meghallgatja ezt a darabot, akkor utána ő tevékenyen nézzen utána Szent Erzsébetnek, hogy gondolkodjon az ő életéről, vagy közel kerüljön hozzá, és hogy reméljük, hogy ezt a célunkat elértük. Szerintem most beszéltem, hogy első lesz szabadot, mert hogy így beosztottuk egymás között, hogy ne lépjük túl a határidőt, úgyhogy most egy részlet fog újra következni, ami megint csak a Erzsébetnek a húsvér lényét mutatja, a szerelmi jelenetet fogjuk most hallani, amikor Lajossal egymással találnak. Ezt kérnék szépen, ezt a bejátszást.
Lesz látható, amikor Szent Erzsébetet, hát
gyakorlatilag kiűzi a sógora Henrik Rasse a várból, vagy hát önként távozik, és ebben kórus is lesz, úgyhogy ezért is szerettem volna ezt bemutatni, mert elég sok kórus jelenet van a darabban, tehát a mozgalmassága is látszódjon egy kicsit, hogy nem csak egy szép lírai gondolat, hanem van ebben nagyon sok dráma is, ahogy azt a nyitányban is lehetett egyébként hallani. Pedig mondta, hogy neki kellene 350 példány csak a koptákból,
ami nem tudom már hány oldal volt, és az A3-asba kell kinyomtatni. Tehát képződik azt a jelentet, amit én este 6-kor a Péterrel nekiállok a műegyetemi tanszékemen nyomtatni ezeket a példányokat, és egyszer csak megjelenik a tanszékvezető, és nézi, hogy ti mit csináltok így. És úgy mondtam, hogy hát írtunk egy darabot Szent Erzsébet, és azt nyomtatjuk ki. És akkor hogy ezt ugye most mondhatta volna, hogy ne szórakozunk, és ezt azonnal hagyjuk abba, de ő rögtön megértette, hogy itt valami nemes dologról van szó, és azt mondta, hogy jó van, gyerekek, csináljátok csak. Úgyhogy ilyen szerencsés dolgok is kísérték ezt, hogy nagyon sok embernek a jó akarata, amit Szent Erzsébetől is lehet tanulni, segítette azt, hogy megjelenhessen ez a mű. A másik, amit nem tudom, hogy most a Péter majd erről mennyit szeretne mesélni, hogy mennyi mindenki közreműködött, és hogy nagyon sokan ezek közül a ferencesekhez kötődnek, vagy kötődünk. Péter ugye oda járt a Ferences gimnáziumba, Szentendrére, aki készítette a rajzokat és magát, a kötetet, Smar Róza szintén abban iskolába érettségizett, hogy festőművész lett, a kórus, az a Pasaréti Szent, a Ferences templomnak a kórusa volt, aki részt vett, és még tovább lehetne sorolni, tehát ez egy nagyon fontos volt, hogy a Ferencesen mögé állt, és a kiadást is segítette. Akkor most azt a jelentet fogjuk látni, amikor Szent Erzsébetet mintán idották a vágó, mégis visszainvitálják, és megpróbálják Frigyes császárhoz hozzáadni feleségül, de ő kikosarazza a császárt. És ezt a jelentet közvetlenül követi az, hogy viszont mit választott ő, ahogy elköteleződik a ferences rendnél. És akkor itt a császárral és a ferences baráttal lévő jelenetét fogjuk közvetlenül egymás után látni, amik a két másik szereplő mind a ketten a Misztál együttesből kerültek ki, ők nagyon fontos közelműködői mind az előző, mind ennek a lemeznek, úgyhogy őket vélhetjük felismerni majd a képen. Az Úr kedvéért. Fordj el kérdezni!
rendpróbánál a karmester, aki kiment, hogy hát ez vállalhatatlan. Tehát az első zenekari próba után lefújta a zenekar, mert hogy nem bírják egyszerűen fizikailag eljátszani ott egyben a darabot, és akkor így végül is a CD-hez készült zenekari felvételeket tudtuk használni, és ez így nagyon, nagyon jó volt, mind a gazdagéki, mind az itt látható Salkázi Sára templomban felvételeknél. Ugye az énekeseknél ki kell, hogy emeljem Szent Erzsébet szerepét alakító Nagy Szildiát, aki velem együtt végzett a Zeneakadémián, egy évben végeztünk, aztán még több helyen összehozott minket az élet az Egri Színház környékén például, illetve Wunderlich József, aki Lajosként látható, még akkor nem ismert színészként, akkor még a Ponziban hegedűs volt, szintén együtt végeztünk, és már úgy kezdtünk a kórus próbákon rájönni, hogy ott a tenorban valaki nagyon jól énekel, ugye akkor ő alakította végül is itt a felvételeken Lajost, illetve hát a már említett Mistrált, és hát büszke lehetek, mert a CD-n még Dévai Nagy Kamilla is részt vett, akit feleségem révén ismertem meg, és egy kicsit én is tanultam nála. Ő alakítja a gonosz anyós jófiát, aki aztán végül is Erzsébet pártfogásába veszi. Úgyhogy ilyen teljesen vegyes és nagyon sok felől összejött társaság adta ezt elő. Tehát tényleg az evangéliumi mondani való az, ami ezt az egészet egyesíti, hogy így oda tették magukat. Nem lett volna az a pénz, amiért ezt ki lehet fizetni, ezt a rengeteg művészi munkát, amit itt végeztek. Úgyhogy szerintem mind a ketten hálásak lehetünk mindenkit, mind a Ferences rendnek, hogy ide eljuthatott, és végül is tényleg Déri András karmester úr és Tóth János rendező jóvoltából kvázi színpadi előadásként is megszületett a mű, amely azóta is a Szent Júd örökít meg. Köszönjük szépen a figyelmet, és legyen a zenéi az utolsó szó, a záró kórust szeretnék még megmutatni, amikor Erzsébetnek már a halálán túl vagyunk, és a kórus egy ilyen himnusszal emeli át a mai hallgatóság számára Szent Erzsébet életének a mondani valóját, és Tóth János rendező úrnak a nagyszerű ötletét fogjuk majd látni, hogy állnak a szereplők, akik mind a darabban részt vettek, és köztük jár a Fehér Óvás megdicsőült szent. Köszönjem meg, már is mondom, Andorka Péternek,
és dr. Hajnal Gézának ezt a csodálatos munkát. Maronéni említette ezt a szobrot, hát most elmondom a valós történetét, ez sajátom. 30 évvel ezelőtt bízták rám az Esztergom-Bajóti régiónak a megszervezését, és 40 éves születésnapomra testvérbátyám ajándékozott meg ezzel a szoborral. Akkor jött be először Lengyelországból ez a műgyanta szobor, és nekem festették legelőször Magyarországon ilyenné ezt a szobrot. Na most ez a színezésű szobor Magyarországon, ez az egy van. Nagyon sokféle van, gondolom a kerek templomba is van, de a szín az nem ugyanez. Mindig más, ezt a színezést még nem. És nagyon boldogan hordom, ugyanis én, ahogy Mara néni mondta, hogy a szentjeinkkel nagyon jó barátságban kell lennünk, hogy támogasson azokban a tevékenységünkben, szeretetben, amit hát az Úr Jézus kér tőlünk. Mert végül is hazafele készülünk már a születésünktől, és valószínű, hogy az ő segítségükkel minél hamarabb és szentebbül be fogunk tudni jutni a Jézusnak az otthonába. Köszönöm szépen, hogy ez a szobor kísér, addig még dolgozom, ameddig a Szent Erzsébet úgy gondolja, hogy kövessük a Karitást, remélem, hogy lesz folytatása is. Köszönöm szépen! Csepelén Sekrestye színpadot, akik idén 20 éves fennállásukat ünneplik, és nem kisebb feladatot és célt tűztek ki maguk elé, mint hogy 20 darab előadást tartsanak. A darabjukat az Árpádházi Szent Erzsébet Legendák című darabjukat hozták el, amit tulajdonképpen a Sekrestye színpad életének a kezdetének tekinthetünk, hiszen ennek a darabnak az előadására jöttek ők össze, és ez hozta életre a Sekrestye színpadot, mert hogy akkor a siker lett, hogy utána azt gondolták, hogy nagyon jól érzik magukat, érdemes lenne mást is előadni. 20 év elteltével a darab beérett, a ruháik kicsit szűkebbek, mint akkor, de a lelkesedésük töretlen, hallgassák és nézzék őket szeretettel. Csak a koldusai kellene. Tényleg. És
már a zöldköves gyűrűje sincs meg, egy kóborbarátnak adta, azt mondta, akármerre jár, imádkozik bármely templomba is betér, imádkozzék az édesanyja Gertő lelki üdvéért. Na hát, azért a gyűrűért én is imádkoztam volna. Megértem. Nem elég, hogy Endre király annyi misét mondott már így is elhúgy feleségéért, Gertrúdért, még ez is elpazarolja mindenét. Na de befűtök én majd édesanyámnál, Erzsébet kisasszonykának. Na megállj csak, te kis szentike! Mi kértessék? Mindörökké, mi újság, Péter? A kereskedő kérett, kisasszonyom, hogy válasz már a hordik közül, mert nem várok a kubarosat. Jó van, mondjad, hogy már választottam. Igen is. Akkor legyen ez. Be is viszem a szobámba, ti meg vigyétek ki a többit, aztán a kincstáros majd fizesse ki, amit a falmát kér. De nem többet? Igen, köszönöm. Jól, csak mindig azonnal mindent mondjál Ágnes kisasszonynak, amit Erzsébet királynőnél tudsz. Mm-hmm. Ő aztán ezt úgy beadja mi grófni asszonyuknak, hogy neki megy Erzsébetnek. Hát menjen is! Mi lenne, ha, mi lenne, ha ő lenne itt az úrnő? Hát még a várat is eladná a fejünk fölül. Mindent a szegényének adna. Lajos grófot sem értem, hogy mit van oda érte, hiszen akadna német lány is, aki szerint ő. És igazából nem is kéne olyan messzire mennie. Márta, hallom, szép örökség néz ki, ha meghal a nagynénén. Ahogy mondod. És ha segítesz nekem, Terézia, akkor jut neked is bőve. Érted? Ha pénzről van szó, Márta, én rögtön nagyon értelmes leszek. Rendben van. Akkor hát a jelszó. Ki innen a magyar királylányjal? Nos, még mindig itt vagyok? Nem, én már nem itt vagyok itt. Te Márta, megrezzentetek, mikor jöttem. Mi volt az? Azt hittük, hogy másért. Egyébként meg csak Erzsébet a cipő. No, azt jól tették. Dicsértessék. Mi újság, Péter? Tiszteletekére a gróf is asszony, hol lehetné meg Erzsébet is asszony? Erzsébet, de nem tudom, miért keresem? Jó reggelt, édesanyám! Hogyan ott az éjjel? No, elég rosszul, de legalább már nem fáj a fejem. Igen, jó volt a reggeli, amit beszültél. Hát ez mit áll itt? Erzsébetet keresi. Miért keresed Erzsébetet? Mit akarsz tőle? A Lajos gróf úr kérdeztetné, hogy lenne-e kilovagolni véle a kisasszonynak. Erzsébet nincs itthon. Elment a városba. A templomba. Hát akkor mehetsz. És még nincs itthon. Igenis. Biztos valami szegény jöttek. Miért keresed Erzsébetet? Kérdezteti, hogy lenne kellene kilovagolni véle a kisasszonynak. Jó, mehetsz. Igen. Hallatlan ez a Lajos is, hogy miket gondol, ilyeneket akar. Ah, és ahelyett, hogy a húgát, hogy engem vinne el, őt hívja lovagolni. Csak csavarogó. Jó is, már annyiszor mondtam ennek a Lajosnak, hagyja már ezt a lány békén. Állandóan a szegényekkel akar lenni. Állandóan csak a szegényekkel mismásfa, te! De most már ennek vége lesz. Kezembe fogom venni ezt a sepült, elrendezem itt ezt a szent katán. Vagy hazamegy, vagy szárdába. Magyar királynak, és ilyen bűzös alapokkal mismásol. Na és persze, ifjabb Hermann gróf úr felesége lett volna, aki meghalt. De mit is érdekli ez őt? Ő akar lenni a gróf úr felesége, és eladományozná a fejünk fölül az egész országot.
papa már nem él. Most én vagyok itt az úrnő. És ez tarthatatlan, és innen el fog menni ez a... Szabad? No, csak hogy hazatalál a kisasszony. Ó, soká maradtam. Bocsáss meg, drága nénikém. Kezét csókolom. Jaj, haragosnak látnak. Valami baj van? Majd megtudod. Hát akkor jöjj szobámba. Hát, megáll. Hol csavarogtál idáig? Az Úr Jézusnál voltam. Templomban? Igen, mint minden nap. És utána, azután? Utána is az Úr Jézusnál voltam. Még egy misén? Nem. Hát akkor beszélj. Az Úr Jézusnál voltam, az ő szegényeinél. Már megint? Már hányszor mondtam, hogy ez nem méltó a rangodhoz, hogy ilyen alakokkal mászkáljál. Pedig én mindig közöttük szeretnék lenni, és adni neki. Az éhezőknek étel, a szomjazóknak ital, az árváknak letörölni a könnyeit, a szegényeknek vigasztalást. Ne prédikálj meg! Bocsáss meg! És azt is bocsássa meg, ugye anyám, hogy a kék ruhádat odaadtad valami szegénynek? Mi? A kék ruhádat? Igen, és a másik sárgát is. Na meg a zöldköves gyűrűt is. Micsoda? Nem lesz már egy rendes ruhád, amit fölvegyél. Az én uram nem a külső, hanem a belső ékességet nézi. Na ja, de akkor ezek fel tudtál öltözni, mikor Lajos hazatért a harcból. Még az ékszereidet is felvetted. Még a szegények is a legszebb ruhájukba öltöztek. Úgy illet, hogy én is örvendezek az örvendezőkkel. És illően köszöntsem őt, a nemes lovagot, akit lelkemből tisztelek. Tiszteli? Igenis tisztelem, mert minden lovagok között ő a legkülön. Dicsértessék, Erzsébet kisasszonyt már nagyon türelmetlenül várja a törgyelőből az ember. Jaj, el is felejtettem szegény, menjünk gyorsan siessünk. Ki az, aki várja? Törgyelvőből az a szegény favágó, az a beteg. Úgy, elmehetsz. Hát ez szép. Egy olyan rongyos beteg bánya, és itt vagy téged faképnél, anyám. Mint mondtam, ez csak a szegények érdekli. Márta. Igenis, Dokmasz úr. Menj, azonnal a fiammal akarok beszélni. Ahogyan kívánok. Jó reggelt, édesanyám! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Márta! Jó reggelt, úrfuram! Panaszom van, édesanyám! Bizony! Hónapokig el voltam háborúskodni. Két napja, hogy itthon vagyok, és már az első kívánságom se teljesülhet. Mi lenne az én? Meglátogatnám jobbágyaimat. Erzsébetet is magammal szeretném vinni, és te nem engeded. De hát miért nem jöhet velem? Dolga van itthon. Ugyan, anyám. Majd megcsinálja valaki más. Vagy megcsinálja ő holnap. Különben semmi köze a jobbágyaimhoz. Semmi köze? De hiszen ő a védőanyjaluk. Hogy őt mennyire várják, és mennyire szeretik. Most is azért vinném magammal, hogy meglátogassa a távolablakókat is. Beteg bizonyára van mindenfelé sok. És én ragaszkodom hozzá, anyám, hogy Erzsébet velem jöjjön! Én meg megtiltom. Érted? Megtiltod? Bocsáss meg, anyám. Te parancsolhatsz nekem, mint édesanyám. Tanácsot adhatsz, mint okosasszony. De mint tartományi grófnak nem tilthatod meg, hogy azt tegyem, amit Istenem és méltóságom parancsol. Szegényeimről, szenvedőimről, jobbágyaimról gondoskodom, mint ahogy azt keresztény úrnak
és magadnak Isten iránti kötelességem. És vihetnék-e nekik édesebb ajándékot, mint Erzsébet angyali vigasztalását? Anyád csak a javadat akarja, és a javadat akarom akkor is, amikor arra kérlek, hogy Erzsébettel hagyj fel! Azt hiszem, anyám, Endre király leányánál szebb, jobb, előkelőbb és nemesebb lelküző társaságát a világon is hiába keresném. Mindig undok, bűzös alakokkal másztál. Zsak le. Mint az Úr Jézus. Úgy viselkedik, mint a parasztok. Ő... A minap együtt térdeltünk a szentmisén. Egyszer csak levette a fejéről a hercegnői koronát. Letette a földre, mellé térdelt, és úgy volt egész mise alatt. Hát ez király Leán? Mesélte nekem is tegnap a plébános. Erzsébet, kérletem. Ahogyan kívánja. Gróf úr, Erzsébet kisasszony a szobájában van. Hívja ide gyorsan. Igenis. Igen, bátyám, és majd engem vigyél el lovagolni. Téged? A szegényekhez? A jobbágyokhoz? Oda ne, oda ne! Hanem a szomszéd várakban mulatni! Én Hermann őrgróf lánya vagyok. Ő meg csak magyar király lehet. Vele nem lehet beszélni. Parancs meg elem, testvérem. Erzsébet, kis húgom. Figyelj jól. Figyelem szépen. Neked itt nagyon mostoha sorsod van. Nekem? De hiszen én itt olyan boldog vagyok. De hát itt nem szeretnek téged. Engem? De hiszen százan és százan szeretnek. Minden szegény szeret nagyon. De itt a várban nem szeretnek. Szép Magyarországon, édesapád mellett, királyi fék és pompa vár rád. Nem, nem kell. Hát nem szereted a hazámat? De igen, 4 éves voltam, amikor elhúztatok. Alig emlékszem valamire. Egy nagy folyóra, kék hegyekre, szőke búzatengerre, pacsirtára, nyihogó ménesre. Halvány képek mégis oly szépek, emlékek édes hazámból. És ha utasok jönnek, ha magyarok jönnek édes hazámból, mindig elkérem a süvegük mellől a száraz szarkalábat. Az elhervadt rózsát, a búzavirágot, és boldog könnyekre öntözöm. És hogyha szellő jön, ha fellegek jönnek magyar hazám felől, mindig elnézem őket, beszélgetek velük, kérdezem őket, de nem felelnek. Ilyenkor tékon sírdogálok, mert magyar az én szívem, lelkem, old igaz marad, de én nem mehetek el innen. Ne üzzetek el! A szegényeidről mi gondoskodunk itt. Te pedig hazamész szépen, és jót tehetsz otthon is. A hozományodat részletekben visszakapod. Nem, nem kívánom. Vagy hogyha tudnátok pénzt adni, akkor templomokat építek. Szegény otthonokat építek, kórházakat építek, de én már ide plántálódtam, nem mehetek el, zárdákat alapítok. És ha Lajos hamarosan feleséget hoz a házhoz, na, erről nincs szó még, de ha anyám is úgy kívánja, majd idővel valamikor. Én az Úr Jézusomnak szegény kis szolgáló leánya vagyok. Ha ő így akarja, akkor majd befogad valami zárda vagy kolostor. Na látod, az neked való lenne. Állj mi apácának! Az tetszenék el bizonynak. Nem állok be apácának. Az.
Én szeretnék a világba járni, és minél több emberrel segíteni. Így szolgálni az én Uram Jézusomnak. Én egy kis családot szeretnék. Szeretnék hű feleség, jó édesanya lenni. Édes kicsi gyermekeket szeretnék, de ha el is tök innen. Kísérjétek a szobájába most. Sok volt ez szegénynek így egyszerre. Menj szépen Erzsébet, majd kérlek. Komédiás. Nem. És ezek után, anyám, beláthatod? Te láthatod be azt, hogy egy szabadra, zárdába megy, hogyha ő, Isten, úgy akarja. De ő nem akarja. És még valaki nem akarja. Így van szabad. Én. És miért? Jegyezd meg, anyám. Ha ez a hely a várral együtt mind színaranyjá is válnék, én akkor sem mondanék le Erzsébetről. Soha. És elveszett feleség? Mit akarsz? Én őt lelkemmel és szívemmel tisztán és igazán szeretem. És ahogy mondod, még ebben az évben feleségül veszem. Hát, ha ezt érdemlem meg tőled, akkor csak tett. Péter! Parancs, uram! Mondd meg Erzsébetnek a nevemben, kérlek, hogy jöjjön ide! Igen is! Már jön, uram! Csak őket szereted? Nincs itt senki más, akit nehezen hagynál itt? De igen. Nagyos Gróf úr, íme itt ezek a híres és nagyon ügyelt tarlokok köszönteni jöttek, és együtt örvendezünk azért, hogy Lajos Gróf úr eljegyezte a szépséges Erzsébet kisasszonyt. Kedves dalnokok, örülünk, hogy köszönteni jöttetek. Drága jegyesemmel szívesen hallgatjuk éneketeket. Kedves Erzsébetem, tudom, hogy nagyon szeretett hallgatni a trubadúrok énekét. Köszönöm, hogy eljöttetek. Valóban nagyon szeretem a dalokok énekét. Kérem, kezdjétek is el, izgatottan várom az előadásotokat. Fejvári városban azt kapitány üzente, a zsandár.
hisznek. Kedves beszél! Hermann gróf úr, elkészült a vajas kenyér, tessék megenni. Köszönöm. Vastagál vagy? Te vastagál. Péter, várj, ne menj még. Parancsolok. Te légy olyan szíves és játsz egy kicsit velem. Éppen lájjek. Kórusnak kell lenned, Péter? Miért? Igen, tudod, most mamásnak játszom. Én úgy teszek, mint a mamaszokat, te leszel a kódus, és szépen is énekelve jössz, én meg leszek a mama, és majd adok neked alamizsdát, jó? Nem bánom. Akkor menj, siess! Igenis. Dicsértessék a Jézus szemmelre! Adjatok! Adjatok szegény pontosan! Dicsértessék! Jaj, valami kódus jött! Sietek segíteni rajta! Jöjjön, jöjjön, te Isten szegénye! Hát Isten is megsegít, adsz valamit! Éhes vagy, ugye? Igen. Leszel te szegény éhező? Isten füzesse meg! Hoho! A kenyerem! Megkaptam, meg is eszem. Add ide igazán! A kedves magasra adja vissza a szegényeknek azt, amit már egyszer odaadott. De igazán? Hát a mama persze, hogy nem. De én csak egy kis éhes gyerek vagyok. Mondom, jól van? Jól van, de Péter, megállj! Most én leszek a koldus, és te adod nekem a kenyeret! Ó, milyen okos, milyen ügyes az én kis ifjúrfim! Köszönjük. És tessék, szegénykéim, itt van, ennivaló, fogadjátok el.
Nagyon köszönjük, Kornél. És bátran jöjjetek el, amikor csak szükséget láttok. Köszönjük szépen. A grófnő mindig szívesen ad a szegényeknek. Amíg egyszer magának se lesz. Akkor majd tőled kérek. Jó, Terézia. Mis kérdés? Érik meg a frekket. Jaj, ha
Jézus szent nevére kérlek, segíts rajtuk! Nem lehet! Pap már volt náluk, fölkészültek a halálra. Már csak te utánad vágynak. A cserepes kis gyermekszálak csak te utánad sírnak. Még egyszer szeretnének látni, hallani a hangodat. Ha valóban nagy lélek lakozik benne, hát elmész hozzájuk. Sőt, te talán még segíteni is tudnál rajtuk, hisz nem egy csodát tettél már. Isten teszi a csodát. Jézus szent nevére kérlek, jöjj el hozzájuk. Nem tehetem. Tudom, fáj ebben a szíved. De Zsófia megtiltotta, hogy csak valamit is vinni nekik. Igen, hogy így mutassam meg engedelmességemet. De ha úgy tudnánk megtenni, hogy ne tudná meg, talán nem lenne bűn, hiszen Jézus nevére kérne. Hazudni nem tudok. De ha Jézus akarja, akkor talán... Nem, akkor bizonyosan sikerül. És hogyha arra lesz jó, hogy engem megalázzanak, az is jó. Szívesebben szenvedek én, mint hogy azok a szegények szenvedjenek. Hát elmész hozzájuk. Igen, siessetek, mondjátok meg nekik. Megyünk. Amint leszáll az éj, kerülő úton ott leszek. Megyünk. Isten tisztesség, jó Isten, áldja meg, járga jó Zsófiné asszony. Mester. A legények akkor kapnak csak vacsorát, ha végeztek a csutakolással, de aztán a bort ne sajnáld ám tőlük. Kezét csókolom, édesanyám. Szerintem. Jól sikerült a vadásza. Ó, hát az pompásan. Sok vadat ejtettünk. És a gyerekek jók voltak? No, elég jók. És a feleségem? Csak nincs távol. Itt van. Az előbb osztott a szegényeinek, még most is érezni a szegény szagot. Jaj, ne bántsátok már őt. Ő a legjobb anya és a legjobb feleség. Őt nem megszólni, hanem követni kell. Az én Erzsébetem. Szent asszony! Mi az Erzsébetem? Útra készülsz így későn. Így már ott haza a férjedet. Nos? Jézusom, segíts! Valami titkot rejteget. Valami titkos útra készül talán. Mondd, kedvesem, hova indultál? Szegény szenvedők hívtak, hogy segítsek rajtuk. Talán oda készült, ahova tiltva van mennie. Na, szent asszony! Mondd, Erzsébetem, mit viszel a kötényedben? Mutasd, mit viszel a kötényedben? Na, lássuk. Rózsák! 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 Ilyenkor már elhervadtak a rózsák. Anyám, és ti többiek, hajtsatok térdre. Itt csoda történt.
I'm not going to let you go.